összepakoltál már? Még 100%-osan nem, még van egy-két tudsz, amit össze kell pakoljam, de ezt ma este vagy éjszaka ezt meg kell ejteni. Mikor indulsz Dallasba? Holnap reggel 7 órakor indul a gépem, szóval nincsen sok idő, de ami még van időm, azt a családommal és a barátnőmmel szeretném tölteni. Igen, és meg gondolom a hosszú repülőútra fog maradni. Hát körülbelül szerintem a pihenés annyi is lesz, mert utána már szerintem edzeni is fogok a csapattal, és utána szerintem jövő héten már be is tudok mutatkozni. Ugye ez volt itt az MTK-ban az utolsó bajnok, itt 2 évet töltöttél az MTK-ba. Mit köszönhetsz az MTK-nak, vagy mi az, amit itt elértél? Igazából az első perc az utolsóig velem volt az összes játékos, összes edző, stábtag, fönt a polyákék, az elnök úr. Szóval én tényleg az első perc közben nagyon jól is álltak hozzá, meg én is úgy álltam hozzá, szerintem, ahogy ezt kellett, meg ahogy illik. És szerintem egy olyan játékos faragtak belőlem, aki most kimegy Amerikába. Nem mondom, hogy már kész játékos, de félig kész játékos, már az még nagyon sokat kell dolgozni. Egy kicsit beszéljünk erről, hogy mivel lettél jobb játékos itt az MTK-nál? Én úgy gondolom, hogy az testi erőmet nagyjából, hát ugye nincsen túl sok izom rajtam, de ami van, azt szerintem jobban ki tudom használni. Most visszanézve az első meccset az NB1-ben, amit játszottam, féltem tényleg ütközni, mert olyan törékeny fiúnak éreztem magam, de ez szerintem fejbe dől el. Szóval ebbe fejlődtem nagyon sokat, az egy-az-egy elleni játékban is szerintem sikerült, meg gondolkozni, nagyon hamar kellett gondolkozni, hogy átveszed passzolat tovább, mert hogyha nem, akkor elveszik tőle a labdát. Ugye egy nagyon gyors játékos vagy, gyors cselező is. Ezeket ugye az MLS-be biztosan tudod kamatoztatni, de mit vársz attól a ligától, hogy hogyan tudsz ott fejlődni? Én úgy gondolom, hogy ott kint is Amerikában megvan ennek a saját módja. Visszatekintve 3-4 évvel ezelőtt nem ilyen volt a kinti amerikai liga. Ott rutinosabb játékosokat igazoltak le, akiknek az utolsó 1-2 idényük volt még a pályafutásokból, és ott játszottak le. Most meg szerintem a fiatal játékosokra is nagyon nagy szerepet forgattak, és őket tudják beépíteni a csapatba, szóval én ezt nagyon várom külön. Szerinted jó lehet az MLS arra, hogy ott még tovább fejlődj, és esetleg felfigyeljen rád egy elit európai bajnokságból valamelyik csapat, vagy egy NBA-nél magasabban? Nekem mindenféleképpen az a célom, hogy 2-3 év után szeretnék visszatérni Európába, hogy milyen csapatba, azt majd úgy hozza, szerintem, ahogy majd fogok kint játszani, de mindenféleképpen szeretnék vagy top csapatba, vagy középcsapatba Európába visszatérni. Ugye ez az idény most neked lezárult. Hát fura volt ezzel a koronavírus időszakkal, te is elkaptad a koronavírust. Hogyan látod ezt az idényedet? Fura volt, igen, tényleg kétszer is sikerült elkapnom. Én úgy gondolom, hogy a koronavírus azt szerintem betett nekem egy kicsit. Ott abban 2-3 hétben nem is tudtam edzeni, ugye karanténba kellett lennem, egy picit le is gyengültem, nehéz volt visszatérni. Még egy hetet kellett külön edzenem, amíg tényleg olyan állapotot tudtam kerülni, hogy a csapattal tudtam edzeni. De összességében szerintem a szezonom nagyon jól alakult. Én az első NB1-es szezonomat tényleg így képzeltem el. Tudtam 9 gólt szerezni, és a minden igaz 3 gólpasszt adni, szóval ennek külön nagyon örülök. Ugye a koronavírus volt az oka annak, hogy az U21-es EB-n sem tudta részt venni. Mennyire gyorsan tetted ezen túl? Csalódott voltam, hogy pont akkor jött még egyszer, mert ugye akkor derült ki, hogy másodszor kaptam el a vírust, de szerencsére sikerült hamar túl lenni rajta, profi játékos vagyok, szóval ezzel nem volt baj. Készültem a MTK-ra, hogy minél fittebben és minél jobb állapotban tudjak visszatérni. Feltételezzük, hogy itt az MTK-nál felhívta Marco Rossi figyelmét is, és hát meghív a bőv keretbe. Haza tudnál egyébként jönni Amerikába? Haza tudnék repülni mindenféleképpen. Az a kérdés, hogy Marco Rossi behív-e, vagy nem hív-e. Én ebbe az egész évben azért dolgoztam, hogy minél közelebb legyek a felnőtt válogatotthoz. Most szerintem nagyon közel kerültem hozzá, de hogyha most nem hív be, csalódott leszek, de megy el a kedvem, edzek tovább, játszom a mérkőzéseket, és megpróbálok minél eredményesebb lenni, és akkor talán egyszer Marco Rossi szövetségi kapitány is beír az alválogatottba.